És start, elindult, tehát a nap hetedik futama, ez a Papp Sándor emlékverseny handicap. Négyen jól ugrottak ki a gépből, Raisa Mata, Oxford Tespian, Ricoletta, illetve Stormatic, sőt, Aurora Borealis is nagyon-nagyon szaporázza már az elején. Egy komoly pozícióharc alakul ki, nem lehet mondani, hogy lassú lett volna az első 2-300 méter, és Ricoletta könnyen lehet, hogy némiképp taktikai feladatot is vállalva elmegy vezetni. Ricoletta mögött bent a falon, Oxford Tespian, mellettük pedig Stormatic, majd érkeznek a többiek Raisa Mata vezetésével, aki mellé felzárkózik Aurora Borealis. A favorit pedig a 3-es Calabrese, utolérve a mezőt, egyelőre hatodikként, egészen közel a többiekhez. Jön a verseny utolsó 1600 méterre, és nincs változás, vezet a Ricoletta, nagyjából másfél hosszal a többiekkel szemben. Ricoletta, Stormatic, Oxford Tespian, illetve Aurora Borealis az első négyen, majd mögöttük Raisa Mata és az árkozni próbáló Calabrese, aki elmozdulva talán a hatodik helyről szépen elindul fölfelé. A túlsó oldal közepén még mindig nincs változás, illetve annyi talán igen, hogy Stormatic egy kicsit gyorsítani próbál, hogy felérjen a vezető Ricoletta mellé, egyelőre azonban ez nem sikerül neki. A mezőny elhagyta az ügető átjárót, vezet még mindig a szürke kancan Ricoletta, mögötte Stormatic, Oxford Tespian a második és a harmadik, a folytatásban Calabrese egyre inkább jövöget felfelé. Aurora Borealis ott a második, harmadik spúrban, és Raisa Mata csúszik vissza a mezőny végére, ami nagyobb probléma vele kapcsolatban, hogy egyre inkább kezd lemaradni, leszakadni, alig fog felzárkózni a frontba. Amikor az utolsó kanyarban jár a mezőny, és nagyjából 600 méter lett még hátra a futamból, akkor Ricoletta tovább is az élen, azonban négyen nagyon-nagyon közel hozzá. Calabrese könnyedén galoppozik ott a negyedik helyen bent a falon, ha lesz útja, akkor ez nagyon-nagyon jó jöhet majd még neki. Támad kívülről, egészen kívülről Aurora Borealis, Stormatic, és ott van még természetesen Oxford Tespian. Calabrese csak sétál, de egyre igencsak bezárva ott a falon. Ricoletta, Oxford Tespian, Stormatic, most veszik ki Georgiev Calabrese-t, a szürkét, akit megindít az utolsó 250 kezdetén, és akkor elindul Calabrese, Ricolettát hagyja maga mögött, az utolsó 150 az érve, más sebességi fokozatra kapcsol Calabrese, és nagyon-nagyon simán elszáll ettől a mezőntől. Calabrese, könnyen lehet, hogy a derbiben is fogunk találkozni ezzel a szürkével. Nagy stílusban ismét a nyerő, Calabrese a győztes, Oxford Tespian, Ricoletta, negyedik Stormatic, ötödik Aurora Borealis, messze a mezőny végén, Raisa Mata.